mostani videóban mi is lesz a tartalom? Igen, barkácsolni fogok, vagyis pontatni fogok a házszert felújítás. Amatőr barkácsa magazin, eljük leszünk a 66. részéhez. Akkor most először is oldalfalat fogok festeni. Igen, utána kajácsövet beállítani, és végül ajtólapot fogom mázolni. Ez lesz a tartalom. De mielőtt tovább mennék, elmondanám azt, hogy olvasom egy-két kommentben, hogy olyan érdekes dolgokon azt a kommenteket nézem, hogy ha én villanszerelek, akkor már nem mindenki villanszerelő. Ha festek, akkor már nem mindenki festő. Érdekes, na mindegy. De annyit szeretném elmondani ehhez, hogy tudom, hogy kellemetlen az, hogy nem szerelők, nem villanszerelők, elkezdem villanszerelni. Jó, én ennek utána néztem interneten, a kollégáimmal megnéztem hozzájuk a villan. Te ezt a villan számítógépet vágás a műtelbe, így terveztem, mert ilyen összekötőet megtervezte. Három dobozza. Na minden, tudom, kellemetlen, de azért itt már minden szobafestőségen van szó, vagy villanszerelésen van szó. Ki az a villanszerelő, vagy az a festő, jó, egy villanszerelő égítem, meg így megcsinál. Te nem úgy csináltam volna, mert én szerettem volna, mert én nem tudja megéteni. Mert nem tudom, mindegy, nem vagyok szakember, szaknyelve nem tud elmagyarázni. Én ezt így tudtam megtervezni. A szaknevet, mert azt mondta a szerelő, hogy nem szakneve, mondom neki, hogy nem éti meg, nem mindegy. Itt igazán arról van szó, hogy minden szobafestőségről van szó, vagy virágszerelésről van szó, itt arról van szó, ki aki az az ember, aki oda már eljár, kamár el, és vállalja a nyilvános szerepést. Nincs egy szerelő, aki vállalja. Akkor mit tudom csinálni? Akkor én kétlen vagyok én megcsinálni. Mert ott vagyok a kamera előtt, én mer vállalni, nem mindenki merivel vállalni. Már van azt, igen, ide jó, igen megcsinálva, olcsó megcsinálja, jobb van semmiért. Ha én nem érek semmit, oda kell állni a kamera előtt. De erről van szó. Én a videót tartalmat akarok gyártani. Ha már lőtözős videót nem csinálhatok, az igaz, hogy a YouTube avval van te, olyan nagyon érdekes, te mindegy. Akkor milyen tartalmat gyártsak? Ha senki nem vár a szakmában, nem állnak oda a kamerá elő, hát akkor én már annyit, ami ő akar fizetni, annyit nem tudok fizetni. Én nem keresek annál YouTube. De minden, akkor most akkor folytatom először oldalfal, először kimérem a csíkot, vízmértékkel megkicsíkozok, úgyhogy szállaka, maszkoló szállaka, oda tesz a csíkon masszorszalagot, akkor még utána jön a felfalfestés, akkor kémét beállítom másik nap, és utána a majd idő, akkor egy-két autolapot lefestek. Na, akkor kezdjük is hozzá. Ja, amit igen, elfelejtette, hogy én készítem a stúdiót, igen, készül a stúdió, hogy csoport találkozó, születésnapot találkozó, most is sok szeretettel várunk mindenkit békésen. Igen, békés, Csabai út 60 szám alá, várunk sok szeretettel mindenki. Dátum 2023. november 4. Akkor 8 óra, akkor kezdődik, 19 óra, akkor lesz vége. Na, akkor kezdek is hozzá a munkához. Igen, mert kérdeztem, hogy házról festettem le a sárkány csövet. Csöveket, mert ajtókat általában kétszer-háromszor szoktam lefesteni. Én készen festelem, majd takaró rendesen. Csövet, nem csak két cső, a sárkány csövet is késsel festettem le. Egy vagy két nap után megszállt a festés, akkor nyugodtan kezdhetünk hozzá oltalfalat festeni, de előtte ki kell mérni a csíkot, csíknak a helyét. Igen, mert itt felül fehér lesz, itt alul színes, és akkor a csíkot kell húzni, vízmétekre kimérni a csíkot.
Igen, vízmértékkel kell bemérni, hogy vízszínben legyen, úgy kell kirázolni. Mert én másik nem tudok kicsíkozni, másik szint bekeverni. Nem tudom, kamerán lehet látni, hogy vízszínben van. Hoppa, el is mozdul. Igen, nagyjából ki tudtam rázolni. Thank you.
maszkoló szalag, egy jó elment, hát egy jó elfogyott, nem semmi. Pú, még venni kell, mert nagyon nem szeretnék már venni. Igen, van egy kis kék festék, azt is meg kellett hígítani, hát remélem jó lesz. Nem álltam egy kis víz benne, de innen fel kell jó kavarni. Állított bekevert festék, hát nem ilyen színűnek kéne legyen, de mindegy már. Milyen színűnek kéne legyen. Állított ilyen színűnek kéne legyen. De úgy látom, és ilyen lesz. Thank you.
attól. Igen, a karacsonyban minden elvágom. Most a karacsonyot kell összerakni. Alikát is átenni. Nem jobb, hogy megtalálom. Mindegy. Hát ez nem igaz. Mi akkor kell levágni, azt a neki. Jó, áttekertem. Maszkon szalagot, most megint kimegyek feszszerezni. Na jó, feszszel leváltam. Akkor leszelve. Na, jó van. Akkor már nem vesim pár eset veszélyes. Na, akkor. Thank you.
napig levenni. Igen, most összerakom. Na jó is lesz az így. Igen, ajtót akarom lefesteni. Kell kis maszkószálak. Ja, hoppá, csiszolópapírt keresek helyére.
Kúranyám. Bazd meg. Thank you.
Hú, basszus. Másfél nap múlva jöhet a következő második réteg. Thank you.
A másfél sor. Túllátó veszítál. Nem fázd, nem volna hideg. Hideg van, mi festéssel nem vagyok kész, hát sajnos még egyelőre fagyoskodni kell, de most már itt a maszkon szállak, minden az ajtót minden be is fogok ragasztani, hogy rendesen tudják festeni. A műteremben, igen, a rókának is megvan megfelelő helye, abban a fotában szokott pihenni, ott szokott még munka után oda ül le pihenni. Nézel, milyen rafinált vagy, úgy teszel, mint te nem figyelsz, azt a neki, alszol, te jól alszol, te nagyon jól figyelsz, te, mint egy igazi minőségi elnerő. Na, akkor kicsomagolom a maszkolószalagot, ez még valami kéne, na plusz, ebben nem tudok kicsomagolni plusz a kézzel, most nincs itt kés, a művel már át is költözött a stúdió. Na minden, egy ollót csak találtam, úgyis olló kell, nem is kés. Na minden, így már csak kéne be el tudom várni. Na, ezek tűzzel a hókhoz. Ajj, a hók az megbontani. Hú, az a szálak, ahol kell megbontani. Azt szeretem, amikor nincs, nem tudom, mert hol lehet megbontani. Aha, van, itt kell. Hát ez nem igaz. Mennyis gond van azzal.
Ha? Fog az menni. Jó van, most már fog az menni. Oké. Fog az menni. Ó, hát nem tudom, mi van a szalakammal. Lehet, hogy egy rossz szalakot fogtam ki. Mi van ez? Hát ez egy nagyon sok elfog. Ez még nem igazán lesz jó.
Igen, oldalfalat lefestettem, kémi beállítottam, hát egy lapot, vagy egy-kettő lapot, nem is ezeket már, igen, ezeket már lefestettem, de mi a nyilvánzáll a festés még folytatódik. Lesz egy bukat, de már nem kész vagyok, de még mész is. Ablakjavítás, ujjjjjjjjjj, lesz itt még munka, kemény munka lesz itt még. Ha el akarok készülni a csoportálkozó, akkor nagyon remélem készen lesz az a... Legalábbis ha más nem, előszobát nem tudok befejezni, de legalábbis bízom benne, a stúdió be lesz fejezve. Akkor még egyszer sok szeretettel várom kedves rajongóikat a Békésen, 5-ös Kosmába. Igen, Békés, Csabai út, 60 szám alá. A 5-ös Kosma, 2023 a dátum, november 4-én, és 4-20 órakor kezdődik, és 19 órakor lesz vége. Nem tudom, most tudtam segíteni a falfestése, kémicső beállítása, mert még ajtólapfestése. Nem tudom, tudtam vele segíteni. Nem vagyok hivatalosan sem, mert igaz, ki az, ki általában ebben, ami meg tud csinálni, az nem által meg tud, az jó. Hát igaz, ha túl szakmán bejelken, nem jó, azt tudom. Tehát nem kell aggódni, én nem veszem el a kenelyüket, dolgoztam el építőipárba, vagy kövesek dolgoztam, festőket dolgoztam. Nem, én már nem vágyom a építőipárba, nem is bírom. Ezt a tempót, mert építőipárban volt, tégyem, derkam, nem bírjam el. Isten ős, föl nem, 500 folyt, nem megyek el dolgozni. Hát ezzel hogy nagyon nehezen adják meg, de ezzel is. Nem, én már építőipárban nem megyek el, nem bírom. Hiába adják meg ezzel 500-at. Ezt a, én már 10-vával nem dolgozom, nem kell aggódni, építőipárban nem megyek el. Na akkor nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel. Tovább is minden jót kívánok. Ez volt a Videóinfo kötőjelentő. Hello, sziasztok!